Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök az Unió 79. adását látják, melyben arról fogunk beszélgetni, hogy mi a nemzeti ünnep jelentősége az ország, a nemzet életében úgy általában, és hogy mi történt most idén, március 15-én. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, dr. Szabad György akadémikust, történész professzort, az országgyűlés volt elnökét. Kedves Gyuri bácsi, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. És talán kezdjük a beszélgetést azzal, hogy mit is jelent a nemzeti ünnep úgy általában egy ország, egy nemzet életében. A nemzeti ünnepet nem kinevezik, hanem a nemzeti ünnep alkalmazkodik a nemzet történetéhez. Tulajdonképpen kezdetben egyházi ünnep és az ország ünnepe összetalálkozott. László király volt az első, aki ezt külön törvényesen szabályozni engedte a Szabolcsi Zsinaton, amikor István napját, Szent István napját, Székesfehérvárot, mint ünnepnapot jelölte meg, és azután ezek az ünnepnapok, mint Szent István idejében is, egyszerre váltak egyházi ünnepből, szokásos, kiemelkedő napból végül nemzeti ünneppé. A történelem előrehaladása azonban olyan fordulatokat hozott az ország és a nemzet életében, amelyek indokolták, hogy köztörténeti eseményekhez kössék az ünnepeket. Nálunk ennek a kialakulása sok magyarázatot kívánna, úgyhogy azt hiszem a legaktuálisabbhoz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepé vált, ünnepé tett és hivatalossá fogadott ünnepnapjára emlékszünk. Igen, ez a legjelentősebb a három nemzeti ünnepünk közül. Ugye gazdagok vagyunk magyarok lelkiekben, szellemiekben, hogy három ünnepünk van, de március 15-e a legjelentősebb. Igen, ez. Hadd mondjam azt, mivel a másik kettő is nagyon jelentős, én nem folyamodnék az éremtáblázat szokásaihoz, de kétségtelen, hogy a legnépszerűbb ünneppé vált. A leginkább a széles tömegeket megmozgató ünneppé, de felnőtt mellé október 23-a a legújabb korban, és hagyományai alapján stabilan ott van Szent István napja augusztus 20-án. De ha már ezzel az ünnepi nyilvánításról beszélünk, akkor hadd jelezzem azt, hogy március 15-ét kétszer tette a hivatalos Magyarország ünnepé. Az első minden ellenkező híreszteléssel szemben 1849. március 15-e volt, amikor a Honvédelmi Bizottmány élén Kossuth-tal hivatalos ünnepét tette ezt a napot, ennek különböző formáit kialakította, és úgy tekintett a jövőbe, hogy ez örökké ünnep lesz. Szokták idézni, tegnap is elhangzott egy ilyen idézet, miszerint Kossuth maga feleségének írt levelében kissé másodrangúnak nevezte volna március 15-ét, tudnilik a 48. március 15-e napját, és ezzel mintegy szembeszegezte az országgyűlésnek a márciusi ünnepen kibontakozó programot megalapító évtizedes küzdelmeit. Itt egy félreértés van. Az a magánlevél az arra vonatkozik, hogy a Debrecenbe került újságíróskodó márciusi fiatalok egy része a saját teljesítményét igyekezett
túlbecsülve szólni az egy évvel azelőtt történtekről, mintha az lett volna a fordulatnak az egyetlen meghatározója. Kossuth, aki a teljes a sajtószabadság híve volt, és nem szólt bele az országgyűlési ifjak, hajdani ifjak, a márciusi fiatalok és az újságíróskodó hajlamú, kiváló fiatal emberek dolgába. De azt egy kicsit zokon vette, hogy csak arról van szó, arról a nagyon nevezetes, forradalmi jellegű sétáról és fellépésről, meg a cenzúra eltörléséről, amiben nekik közvetlen szerepük volt. És amit ő hiányolt, az annak az óriási küzdelemnek a méltánylása az egykorú lapokban, ami bizony háttérbe szorult a fiatalok hát lelkes, dicsérő, néha öndicsérő szavai mögött. Úgyhogy ebben nem szabad ellentétet látni. Kettő kiegészítette egymást, és Kossuth akarata benne volt abban, hogy a Honvédelmi Bizottmány hivatalos ünneppé avatta. És aztán nagyon sokáig kellett várni. Az önkényuralom alatt és utána is, előbb titkon, aztán nyíltan, de kicsit súnyi módon ünnepelhették március 15-ét. Volt, amikor a fiatalság nagyon komolyan vette. 1860-ban az önkényuralom elleni tiltakozás március 15-én robbant ki, összecsapás is történt. Egy fiatal jogász, Forinyák Géza még halálos lövést is kapott. Azután a további március 15-éken baj volt a kaszárnyákban, mert a fiatal bakák egy része, a fiatal tisztek egy része különös módon ügyelt arra, hogy március 15-ére valami fényessék. És ezt a legfelsőbb vezetés nem vette szívesen. Majd, amikor az idő telt, és a 48-ra való visszatekintés az egész országban erősödött, erősen már dualista ellenes hangsúlyokkal, akkor megpróbálták április 14-ére a törvények, a kivívott törvények szentesítésének napjára tenni a 48-as ünneplést. De ez nem sikerült. A hivataloknak sikerült, de a nép valójában március 15-ét ünnepelte, és amíg élő Kossuth rendre visszaemlékezett március 15-re és az érte folytatott küzdelemre előtte és utána. Majd elkövetkezett egy hosszú időszak, amikor bizonytalanság lett úrrá. A hivatalosság tartotta az áprilisi ünnepet, az ifjúság tartotta március 15-öt, vagy legalábbis túlnyomó része. És aztán a nagy megpróbáltatások idején lehetetlen volt az áprilisi ünnepet, 14-ét mondtam, ez a függetlenség igen. napja, 11-én, április 11-én igen. elharaptam a szót, kérem szépen volt a jóváhagyás, a szentesítés napja, azt próbálták igazi ünnepét tenni. És azután egy nehéz korszakban, Trianon után egyre nagyobb szükség volt 48 emlékére, és nem kevés habozással és nem kevés ellentmondással most 80 éve, tehát 1927-ben a Bethlen kormány úgy ítélte meg, hogy a patrióta érzéseknek helyt kell adni. A nacionalista túlzások helyébe utat engedett a március 15-i patriotizmusnak, és azóta ez meggyökeresedett. És voltak próbálkozások, hogy súlyát
csökkentsék egészen a 80-as évekig. Március 15-e ünnep volt, de nem volt nemzeti ünnep. Nem volt szabad ünnep. Nem volt igazán azon a színvonalon, ahová a kortársak és a visszanézők helyezni akarták. És ismeretes az is, hogy nagy küzdelem eredménye volt, hogy ne csak az ifjúság ünnepe, sőt rész ünnepe legyen március 15, az ismert és sokat emlegetett hármasban, ugye oda téve mellé március 21-ét és április 4-ét, és csinálva belőle egy ünnep sorozatot, március 15-e maradt meg a szívekben, és azt kell mondanom, a fejekben is. Tanítottam ebben a korszakban, tehát tudom, hogy nagy rész mi volt a fejekben ünnepnek. És végül a 80-as években történt meg a diktatúra imbolygása, elbizonytalanodása idején, hogy koncvetésül március 15-e hivatalos ünnep lett, és a nép nem koncnak tekintette, hanem az igazi folytonosság ünnepének. Minden ellenkező kísérlet és próbálkozás ellenére azért Vas Albert példájával, szimbolikájával mondhatjuk azt, hogy mint egy kő maradt a 15-i ünnep, és talán azt is mondhatjuk, hogy sziklaként állt itt az elmúlt másfél évszázadban a magyar nép és a magyar nemzet életében. Te egyébként Gyuri bácsi személyesen számos szállal kötődsz ugye a 48-49-es szabadságharchoz, nem csak úgy, mint Kossuth kutató, hanem úgy is egyik felmenőd Kossuth oldalán harcolt a szabadságharcban. Hát köszönöm szépen ezt az emlékeztetést. Nekem nagyon sok emlékeztetőm van, és ha már egy verset említettél, akkor hadd mondjam el, hogy 48 óta a magyar irodalom legjava március 15 központú. Ami a személyemet illeti, engem nagyon sok minden köt hozzá. Én Aradon születtem, és ez Tóth Árpáddal együtt nagyon jelentős meghatározója volt tájékozódásomnak, és amiatt, mert a családom valóban visszamenően is 48-as beállítottságú volt, és ha már nem hoztam volna szóba, nekem nagyon sok felmenőm vett részt 48-ban, egyikőjük. Sajnos én csak egyről az tudtam. Az édesanyám oldaláról egy nagy-nagybátyám Komáromnál esett el, a komáromi Sáncokban, Hódmezővásárhelyi volt, Hódmezővásár őrzi emlékét, és sokan mások voltak résztvevői, különösen egy, aki aztán egy furcsa pályát futott be, mert szegedi volt, és Kossuth ottani beszédének a hatására jelentkezett 17 évesen. Honvédnak akkor édesanyja, aki a kórházban dolgozott, ott befogta ápolónak, hogy eleget tegyen a jelentkezésnek, de ő nem érte be ezzel, hanem elment a sereghez, és nem volt 18 éves, amikor a közlönyben, a hivatalos lapban Kossuth aláírásával megjelent, hogy úgy hívták francia eredetű név, Blanc Vilmos, hadnaggyá ütötte, és világosnál nem tette le fegyvert, elbújdosott, és megfogták, lefokozták, és egy kényszer alakulatba sorozták, majd nagy tehetsége, és azt kell mondanom, hogy szakmai értékei alapján nagyon nagy karriert futott be, de hát ezek legendák, kérem. De fontosabb, fontosabb az, amit az ember tartalmilag örökölt. És tartalmilag pedig, hát én értékkövető vagyok, és a szabadság fogalmát
a legjobbtól tanultam közvetve, tudni Kossuth-tól. Írtam is erről, noha nem Kossuth-tal foglalkozom csupán, hanem az egész korszakkal és a társadalomfejlődéssel. Írtam erről, és ki is emeltem, hogy Kossuth a világon az elsők között. Óvatos vagyok. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadságnak, legalábbis a magyar nyelv törvényei szerint nincs többes száma. Mert a szabadságok annyit jelent, hogy valamilyen önkény vagy kiváltságrendszer alapján osztogatnak szabadságokat. Jó fiú voltál, kapsz egy lehetőséget valamilyen szabadság gyakorlására. De a szabadságnak, a össz-európai és amerikai jogfejlődésnek megfelelően nem a szabadságok, a privilégiumok jelentik az elnyerését a nép által, hanem a szabadság, amelyiknek nincs többes száma, mert a szabadság oszthatatlan. Egyféle van csak. De az oszthatatlan szabadságnak van még egy másik tulajdonsága, erre ugyancsak a fiatal Kossuth hívja fel a figyelmet, az előbbiekről 31-32-ben írt legtöbbet, megalapozóan erről, amit most mondok 33-ban. Nem gondolati előzmények nélkül a história egyetemes történetében, de előzmény nélkül és pontosan meghatározva nálunk először. Azt mondta, hogy van egy olyan kincs, amelyiket minél többre osztjuk, minél többeket juttatunk birtokába, az annál erősebb, és ez a szabadság. Minél többen szabadok, minél többen mentesek mindenféle kényszertől, minél többek számára jut el a szabadság többekhez, annál erősebb a szabadság. Mert aki elnyeri, ha csak nem ostoba, ha csak nem vesztette el a fejét, ha csak nem lélekvásárlóknak szolgált eszközül, az az elnyert szabadságot védeni fogja. Kérdés. És akkor az elnyert szabadság az erősebb, mint bármi más. Kérdés, hogy hogyan állunk ma a szabadsággal Magyarországon? Ugye most áttekintettük az elmúlt másfél évszázadot március 15-e fényében. Hogyan lehet értékelni mindezek után azt, ami idén március 15-én történt Budapesten? Engedd meg, hogy egy lépéssel visszább menjek. Kérlek. Magyarország sok önkényuralmat élt át. Mindjárt 49 és 67 között. 67 és 18 között nem teljes szabadsággal rendelkezett. A parlamentje sem volt teljes jogú. 18 után forradalmak, ellenforradalmak, stb. Kora következett. És egy olyan korszak, amelyikben a szabadság nem párosult eléggé a demokráciával. Ezt akartam még ott elmondani, mert még ez is a Kossuth öröksége. Ha mindenhova eljut a szabadság, akkor közérdekűvel lesz, hogy demokrácia legyen. Mert hiszen, ha mindenki szabad, csak az fogja komolyan venni a kimondott szót, aki demokrataként rendelkezik a szabadságjogokkal. Itt volt baj a két világháború között. Kimondott szabadság volt, de gyakorolható demokrácia nem. És még nagyobb baj lett a második világháború két esztendeje után, amikor egy új önkényuralom berendezkedett, és
demokratának hirdette magát, de megtagadta a szabadságot ettől, attól, ezért, azért, és végén mindenkitől, és diktatúrává változott. Az nem volt szabadság, az nem volt demokrácia. A nagy fordulat a lehetőségek kihasználásával 1989-ben kezdődött, és 1990 május 2-án az első szabadon választott országgyűlés egybeülésével kezdődött meg. Akkor szabadság lett. Alkotmányba foglalt szabadság, amelyik félre tolta a különböző maradék díszleteket, és valóban szabadságot adott, fokozatosan érezhető szabadságot mindenkinek. És mi van ez ma? A szabadság ma ilyen formájában nincs meg. Nincs meg, mert a demokrácia állítását és a szabadság kivívásának állítását képtelenek voltak, és végül nem is akarták összefűzni. Azt mondták, és mondják ma is, hogy vannak demokraták, és vannak patrióták, hazafiak. Azt nem ők mondják, ők másképp fogalmaznak, nacionalisták. Pedig patrióta csak az lehet, aki mindenkinek az országban szabadságot akar, az alkotmány értelmében minden szabadságjogot megadni. Mindaddig, amíg nem sérti másnak a szabadságjogát. És patrióta? Patrióta csak az lehet, aki demokrata. Mert aki az országnak a javát akarja, az nem akar kiváltságrendszert. Semmilyen alapon, sem hivatal alapján több jogot, sem kiváltságokat egyeseknek, sem azt, hogy legyen egy tér az ország szívében, Budapest szívében, ahol nem szabad bárkinek járni, mert hát ha rosszra gondol, pedig azon a téren állnak a szabadságnak és a patriotizmusnak az örökre emlékezetes szereplőinek, alakítóinak, megalapozóinak a szobrai. Ott áll Rákóczi szobra, aki igaz, még a kiváltságok világában, de azt mondta a kiáltványában, hogy felszólítja a megsebzett, a sebeit újra felfakasztó önkény elleni küzdelemre az embereket, nemeseket és nemteleneket egyaránt. Nemeseket és nemteleneket egyaránt. És volt korszak, amikor ezt nem tanították. És hadd mondjam a másik szobor vezető alakját, Kossuthot, aki ezeket a fogalmakat, nem akarom ismételni őket, kimondta és érvényesíteni akarta, sőt, továbbvinni olyan irányba, hogy azok vetekedjenek egy Lincoln szavával, Európában kivételesen vetekedjenek a nemzeti, vallási és egyéb szabadsággal. És ott van ugyanezen a téren az 56-osok emlékoszlopa, és az 56-osok szimbolikus, 56 mártír, ismeretlen mártírjának szimbolikus sírja, akik azért harcoltak, hogy ez megvalósulva az 1990-es indulásról egyre inkább szétterjesztve az egész népre és az egész magyarságra érvényes legyen. És ott van a piros-fehér-zöld 1848-ban törvénybe foglalt színekből álló nemzeti lobogónk, amelyiknek a talapzata abban a azon a területen van, amelyik hirtelen és indokolatlanul érzéseket megcsúfolva, vágyakat táplálva
és reményeket éltetve ma jellemzi országunkat. Úgy hiszem, nagy az örökség, de ez az örökség csak akkor méltó kezekbe jut, ha a mai nemzedékek és a felnövekvők küzdenek azért, hogy ne csonkított szabadság legyen, és ne kiváltságosoknak, hanem teljes szabadság, és a magyar nép minden fiának, Magyarország és a határon kívüli élő magyarok minden egyéni életének és közösségi életének biztosítékaként. Köszönöm. Én köszönöm, kedves Gyuri bácsi, hogy eljöttél és elmondtad ezeket a gondolatokat. Ennél szebb zárószót nem is tudtam volna várni. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a szíves figyelmüket, és várom önöket, mint mindig, jövő héten is, szombaton este 7:30.